Sziasztok! Gábor vagyok, a házipék. Tartsatok velem, és üssünk közösen! Sziasztok, kedves házipékek! Üdvözöllek benneteket! Mai nap egy kis videóval készültem nektek, ahogy ígértem, és a kérésetekre a legtöbbet emlegetett témát, az éjszakai keresztést fogom egy picit körbejárni, illetve ezt még szeretném kiegészíteni a tésztáknak, illetve hát a pékkészítményeknek a fagyasztásával. Most igazából ahhoz, hogy egy adott receptet, ami nem éjszakai keresztéssel szól, át tudjunk alakítani éjszakai keresztéshez, megoldható, nem túl nagy ördöngösség, de mindenképpen egy kis odafigyelést és tapasztalatot igényel. A java része a dolognak igazából a tésztáknak az összetételétől függ, mivel a keresztéses videónál, amit később fogok készíteni, ott el fogom nektek mondani, hogy mik a tésztában azok a tényezők, illetve a környezetnek azok a hatásai, amik gyorsítják a kelést, illetve lassítják a kelést. Alapvetően úgy gondolom, hogy az egyszerűbb tészták esetén, amik legyenek akár élesztős kenyértészták, zsemle vagy kifli tészták, ahol tényleg nincsen túl sok zsíradék a tésztába, nem szerepel túl sok zsíradék tésztába, ezeknek az esetében körülbelül, hogyha olyan 25-30%-kal csökkentitek az élesztőnek a mennyiségét, akkor a megformázás után közvetlen hűtőbe tudjátok helyezni ezeket a készítményeket, és nagyjából olyan 8 és 12 óra között nagyon szépen meg fognak kelni a hűtőben. Most kalácsok és egyéb keltésztáknak az esetén, hogyha a tészta nem túl lágy, hanem van egy jófajta tartása, akkor ebben az esetben úgy gondolom, hogy nem szükséges az élesztőnek a mennyiségét csökkenteni, hanem szintén a megformázás után azonnal a hűtőbe helyezve reggelig ugyanúgy meg lehet keleszteni őket, mivel ezeknek egy picit magasabb zsíradéktartalmuk, ami egy picit fogni fogja a kelést, illetve egy picit dermed a hűtőbe, tehát ezáltal lassítja a kelést. Most viszont a lágyabb keltésztáknak az esetén, amik akár használatosak lehetnek formakalácsokhoz, illetve aranygaluska készítéshez akár, hogyha tényleg nagyon lágy a tésztának az állaga, akkor érdemes az élesztő mennyiségét ez esetben is egy 20-25%-kal csökkenteni. Most vannak a nagyobb zsíradéktartalmú tészták, ilyenek lehetnek akár a pogácsák, illetve hát az édesomlósok, mint a beigli és a pozsonyi kifli. Ezeknek az esetében úgy gondolom, hogy igaz a beigli és a pozsonyi kifli esetében a tojásozás végett egy különleges eljárást igényel, ez a hidegenvezetés, de mondjuk a pogácsáknak az esetében, hogyha kiszaggatjátok a pogácsákat, nyugodtan utána hűtőbe lehet őket helyezni, reggelig nyugodtan ott lehet tartani, valószínű, hogy a nagy mennyiségű zsíradék, ami ezekbe a tésztákba szerepel, még meg is dermed olyan szinten a hűtőbe, hogy ez vissza fogja fogni olyan mértékbe a kelést, hogy nem is fog rendesen megkelni reggelig ez a készítmény, vagy csak éppen minimálisan fog kelni. Úgyhogy reggel, mikor kiveszitek a hűtőből a szobahőmérsékletre, akkor még mindenképpen át kell melegíteni, sőt az átmelegítés után még tovább is kell keleszteni, addig, amíg a tészta kellően fel nem lazul. Tehát erre figyeljetek mindenképpen, hogy kellően laza állapotba kerüljenek a sütőbe, inkább várjatok, mint hogy egyből betoljátok, és túl tömörbérzetű készítményeket kaptok, amikor végeztek. Most az élesztős leveles tésztáknak az esetében, igaz, hogy szintúgy nagy mennyiségű zsíradék kerül felhasználásra, viszont a zsíradéknak a nagy része nem a dagasztáskor kerül a tésztába, hanem a rétegek közé hajtogatjuk, így ez a zsíradék réteg nem épül be olyan szinten a tésztába, hogy a hűtőbe való visszatermedéskor visszafogja teljes mértékben a keresztést, ezért ezeknél az élesztős leveles tésztáknál is ajánlom az élesztőnek a mennyiségét olyan 25-30%-kal csökkenteni, és a megformázás után hűtőbe helyezni ezeket a süteményeket. Az élesztő nélküli leveles tésztákat, legyen akár vajas, legyen akár hájas leveles tészta, nyugodtan lehet egy egész éjszakán át a hűtőbe tenni, de igazából nagyon nincs is értelme, mert őket azonnal egyből lehet sütni, de hogyha esetleg még sincs kedvünk este kisütni, reggel szeretnénk frissen kisütni, akkor nyugodtan betehetjük éjszakára a hűtőszekrénybe őket.
Amennyiben kovászos tésztával dolgozunk, a kovászos tésztákat nyugodtan betehetjük a hűtőbe kelni, reggelig biztos, hogy nem fognak elkelni, sőt, ez a hosszabb fermentációs idő a kovászos tésztáknál még különösen jót is tesz, tehát még ajánlatos is a hűtőbe keleszteni. Nagyon fontos, hogyha a péksüteményeket, legyen az bármifajta tészta, a hűtőbe szeretnénk keleszteni egy éjszakán át a megformázás után közvetlen, akkor egy konyharuhával borítsuk le a sütőlemezen lévő péksüteményeket, illetve ez fölé még húzunk egy vastagabb fóliát, ezáltal meg tudjuk védeni a kiszáradástól, ami a hosszú keresztés folyamán különösen fontos, mivel sokkal jobban le tudnak bőrösödni a tészták, hogyha a tészta pedig egy vastag bőrréteget kap, akkor az vissza fogja fogni a további kelést, kívülről nem tud kelni, belül viszont a tészta be tud rohadni, el tud kelni. Minden esetre az éjszakai kelesztésnél mindenképpen az előző paraméterek alapján ajánlom nektek a bizonyos esetekben az élesztőnek a csökkentését, mert hogyha egy picit kevesebb élesztőt használtok föl, és esetleg reggelig a hűtőben nem fog úgy megkelni a készítmény, mint ahogy az várható lenne, azt még tudjátok utána a szobahőmérsékleten, illetve hogyha van rá lehetőség, akkor 30-35 Celsius fokos környezetbe tovább keleszteni, és majd csak azután sütni. Viszont hogyha túl nagy az élesztőnek a mennyisége ehhez az éjszakai hűtős kelesztéshez, és a tészta el kell a hűtőbe, azt már sajnos nem lehet visszacsinálni. Hogyha az első alkalomkor egy új receptet megpróbáltok így éjszakai keresztéssel elkészíteni, akkor a tapasztalataitok alapján a későbbiekbe be fogjátok tudni állítani azt az élesztő mennyiséget, ami pontosan passzolni fog ahhoz, hogy tényleg szépen optimálisan megkeljen a tészta reggelig a hűtőszekrényben. Annyit még kiegészítésként hozzátennék, hogy a lágyabb tészták könnyebben, gyorsabban kelnek, a keményebbek pedig nehezebben. De viszont vannak olyan receptek, ahol érdemes túlzottan nem ellágyítani, illetve túlzottan nem fogóssá tenni a tésztát, mint például a fonott kalácsok, mert akkor a sütésnél jelentkezhetnek olyan jellegű repedések, ami nem szeretnénk, hogy bekövetkezzen. A csoportban úgy tapasztaltam, hogy sokan próbálják meg úgy ezt az éjszakai kelesztést csinálni, hogy a tészta érést szeretnék a hűtőbe, tehát az első kelesztést szeretnék a hűtőbe, közvetlen dagasztás után behelyezik a tésztát a hűtőszekrénybe, és úgy keleszteni. Igazából nem azt mondom, hogy nem lehetséges, lehetséges ez az eljárás is, de nem feltétlenül ajánlott, mert a hideg tésztával tovább dolgozni, illetve azt későbbiekbe keleszteni sokkal nehézkesebb lehet reggel, mint hogy a kész péksüteményeket helyezitek be a hűtőszekrénybe. Természetesen vannak olyan tésztaférék, amiknél ez az eljárás kifejezetten ajánlott, illetve így is kell alkalmazni. Ezek a rusztikus jellegű termékeknél, ezek a csabatta tészták, például tegyük fel a gyökérkenyérnek a tésztáját, hogyha olyan mennyiségű élesztő mennyiséggel íródik a recept, hogy azt éjszaka a hűtőbe lehet keleszteni, reggelre szépen meg kell a tészta. Reggel viszont ezzel a tésztával már nincsen különösebb dolgunk, annyi, hogy kiöntjük, földaraboljuk, és nagyon óvatosan megtekerjük, tehát igazából már nem gyúrjuk ezt a tésztát, nem dolgozzuk, a levegőt, ami bele van termelve, már nem fogjuk kinyomkodni. Ugyanúgy a csabatta zsemlénél szintén kiöntjük a tésztát, és az elterítés után már csak kivágjuk a kockaformákat, a zsemleformákat belőle, amit sütőlemezre elhelyezünk, majd egy picit tovább kelesztünk, de itt sincsen különösen átdolgozva a tészta, tehát ezeknél a hosszú érésű tésztáknál azért lehet ezt az eljárást jobban alkalmazni. A videónak pedig a másodlagos kiegészítő témája a tészták, illetve pékkészítmények, péksüteményeknek a fagyasztása. Erre a részre már csak röviden fogok kitérni, és szeretném elmondani nektek azt a háromfajta módot, amit házilag is tudtok alkalmazni ezen cél érdekébe. Igaz, hogy a pékségekben általában mínusz 24 fok, vagy az alatti hőmérsékleten szoktunk gyors fagyasztást alkalmazni, annak érdekében, hogy a tésztának a szerkezete minél kevésbé roncsolódjon, de én úgy gondolom, hogy a fagyasztást otthoni fagyasztóberendezésekkel is meg lehet oldani. Ennek a fagyasztásnak háromfajta módját szeretném elmondani. Az egyik mód az az, hogy a péksüteményeket, kenyereket közvetlenül a megformázás után mindenféle kelesztés megelőzően
vastag fóliába csomagoljuk, a fagyasztóba helyezzük, és így a tésztát megfagyasszuk, majd a kiengedés követően ezeket a tésztákat meg kell keleszteni, ezeket a készítményeket mindenképpen, és amikor kellően megkeltek, utána lehet őket sütőbe helyezni. Egy másik fajta módszer, amikor a készítményeket megformázzuk, megkelesszük kellően, előkészítjük a sütésre, sütőbe helyezzük, viszont a sütést nem fejezzük be, hanem éppen addig sütjük ezeket a péksüteményeket, illetve kenyereket, zsömléket, kifliket, amíg egy vékony héjréteget nem kapnak. Amikor megkapták ezt a vékony héjréteget, akkor kivesszük őket, kihűtjük, és a hűtés után egyből zacsiba mehet be a fagyasztóba. Hogyha ezt az eljárást alkalmazzuk, akkor ezeket a készítményeket még fagyosan ki lehet rakni a sütőlemezre, és így be lehet tolni az előmelegített sütőbe ismét őket, és készre lehet sütni. Így egy teljesen friss állagú péksüteményt fogunk kapni, és igazából nem kell már a kelesztéssel bajlódni. A harmadik fajta módszer, a legegyszerűbb és a leggyakrabban alkalmazott a köreitekben, az pedig az, amikor a készítményt miután kisült, teljesen kihűtitek, és a hűtés után azonnal zacskóba, fóliába csomagoljátok, és úgy lefagyasszátok. Majd a felengedés követően nagyon friss állagúak lesznek, nagyon kellemesen fogyaszthatók. Nagyon fontos, hogy a hűtés után ne nagyon álljon már a péksütemény, illetve a kenyér, hanem azonnal, ahogy kihűlt, kerüljön be a fagyasztóba, mert minél hamarabb bekerül, annál frissebb marad az állaga. Tehát ez lett volna ez a kis videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Természetesen lehetséges, hogy vannak olyan részek, ahol vannak kis hiányosságok, esetleg valamit kifelejtettem. Hogyha ez így van, akkor kérlek, hogy itt a videó alatt a komment szekcióban ezt jelezzétek nekem, és hogyha bármiféle további kérdésetek van, vagy valami esetleg nem teljesen világos, amit elmondtam, akkor nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseiteket a kommentek között. Hát, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, megszokottan nyomjatok rá egy lájkot, illetve a képernyőnek jobb alsó sarkába lévő kis ikóra kattintva föl tudtok iratkozni ide a csatornára, hogyha még nem vagytok feliratkozva. Ezt érdemes megtenni, hogyha kíváncsiak vagytok még a további hasonló videókra, illetve receptjeimre. Facebookon és Instagramon Gábor a Házipék hivatalos néven vagyok elérhető, illetve a weboldalamnak a webcíme gaboraházipék.hu, ahol az összes receptemet nagyon könnyen egy helyen eléritek. Jövő héten recept videóval fogok jelentkezni, aminek a témája kovászos rózsazsömlék lesznek. Remélem, hogy várjátok, csütörtökön fogom majd közzétenni. Addig is minden jót kívánok nektek, sziasztok!